Igen. Én ráállok. Mögöttem ez a rózsaszín és a zöld épületet, hogyha megnézik. Ez is egyrészt különleges, mert nem jellemző, hogy egy belvárosi épület ugye rózsaszín és zöld legyen, hogyha ezt felújítják, majd eredetileg gyönyörű lesz. Ez a bizonyos lágymányosi tervező páros, Fischer József és Defona Alfonz tervezte, ők azért itt éltek a Lágymányoson egyébként, a Móricz Zsigmondonért a Defona Alfonz, a Fischer József pedig a Kosztolányi Dezsőtéren, és azért hívják Lágymányosi tervező párosnak, mert a szívügyük volt, hogy itt egy máshol is terveztek, de hogy itt ez gyönyörűen épüljön föl ez a Lágymányosi rész. Nézhetjük is, a Csonka János Múzeumban találhatják, hogy ugye nem kell bemutatnom, tudjuk, hiszen a Porlaszó kalkulátor feltalálója, vegyes üzemeltetési motor, hoztam is egy képet róla a saját kis autóján, ahol a Hűegyetemen van lefotózva. A másik a Cipernovszky ház, ami Cipernovszky Károly, ő is szintén egy feltaláló volt, és ő a hős transformátor, erről is hoztam egy képet fölvele, feltalálója. A Csonka János Múzeum látogatható, de csak bizonyos időben van egy telefonszám, föl kell hívni, és akkor bemutatót tartanak. A Cipernovszky ház viszont ma is működik, aztán egy olyan két éve egy mérnök úriember által működteti, méghozzá az a funkciója, hogy egyrészt különféle tudományos előadásokat tartanak az egyik részen, a másik részen mindig kiállítás van. És fönt az első szinten, pedig hogy újra megszerettessék a gyerekekkel a természettudományi tantárgyakat, kísérleteket lehet végezni, fizikai, kémiai kísérleteket lehet, bárki, bármilyen korosztályban jöhet, és kipróbálhatja, zseniális. És maga a lezárása is, mert ugye emlékeznek, hogy hogy kezdtük el a Szent Gellért tére? Műegyetem, ugye? A muzeológusok, feltalálók, másik oldalon az irodalmárok. Itt Cipernovszkyval zárunk, ugye szintén természettudományok, és majd a hadi, ugye a végcél, ami egy irodalmi és szellemi központ volt. Maga a hadikról 1906-ban nyitotta meg a kapuit, de igazán a fénykorát Kaiser Adolf vezetése alatt élte, 23 és 42 között. Ugye nagy irodalmáraink, oszományok, Móricz Zsigmond, jól hallani? Rengeteget üléseztek itt, de nem is igazán ilyen felolvasások, hanem bármilyen furcsa, ilyen szakkör működött, akkor barkóba játékokat, szóalkotások, például az Éhes Bárna Zabálna, az itt alkotódott meg Karinti fejébe, vagy a Lágymányosi Pampák, ugye a Kosztolányitól. Egyébként először az volt a szokás, hogy a hölgyek jöttek le, Bő Maranka, ugye ő volt a felesége Karintinak, ő érkezett meg először, köré gyűltek, azért nem volt olyan nagyon szoros az ő kapcsolatuk, mert elég sok férfi rajongója volt Bő Marankának, tehát előbb a hölgyek jöttek le, és utána köré gyűltek a férfiak. Karintiról még azt érdemes tudni, hogy gyönyörű íróasztala volt, itt lakott a Verpeléti utcában, a Verpeléti 2, ami ma Karinti Frigyes utca, nem használta soha, kávéházakban alkotott, tehát valószínű, hogy ezért is mondják, hogy szellemi központ volt. Ugye mondhatnánk azt, hogy három korszaka volt, mert a hadikba írt, a centrába és a New Yorkba. Tehát igazán a fő művei itt születtek meg. Amiről még szeretnék egy utolsó gondolat, ugye a 34-es szám, ez a 34-30, vagy 36-38, a 36-os épületnek a tetején szintén egy művész lakás van. Csontvári Toszka Tivada lakott életének az utolsó szakaszában. Ekkor már nem alkotott, inkább elmélyülten írt a halál gondolata, a művészet gondolata, a háborúról, és a hagyatéka is itt maradt. Ezért található két emléktábla, a másik, egyik az övé, a másik Gerlóci Gedeoné. Ugyanis ő volt az, akinek köszönhető, hogy a Csontvári a művei megmenekültek. Olyan véletlen, ugye véletlenek nincsenek, a hadikba jött kávézni, és akkor hallott, hogy ki van írva, hogy a Csontvárinak árulják ugye a hagyatékát, és elment megnézni, és szana szét hevert minden, a rokonok mondták, hogy égessék el az irományait, így adta oda a gondoknak, a földön egy ilyen hengerbe volt letekerve a magányos cédrus, tehát borzasztó volt, és ő hazaszaladt, az ópapának a részvényeit eladta, és ebből vásárolta föl a hagyatékot.
és utána a Galamb utcába épített egy, mert hogy kevesen tudják, egy orvos dinasztria, de ő műegyetemen végzett építész volt, többek között a Sote épületét is, és a Madácskamara épületét is ő tervezte, és megmenekítette ezt a hagyatékot, és ugyanaz volt az ő kívánsága is, mint ami Csontvárinak, hogy a magyar állam tulajdonában maradjon. Ez természetesen van, ami magánkézbe kerül, de többnyire azért az állam tulajdonában. Úgyhogy ezzel a lezárással tudunk bemenni, és sikerült az időt teljesen.